Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról a résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel a Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunol Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet és emberismeret fejlesztő képzésén. Én Erényi Györgyi vagyok, a PPH egyik vezetője. Én Andrus Mirce vagyok, a PPH másik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. Én a PPH előtt a foglalkozásom az vállalkozó volt. Az enyém szülésznő volt. Mára viszont már PPH vezetők vagyunk, és tanulók, csapatszervezők, fő tevékenységünk. Budapesten élünk. Családi helyzetünk, 25 éve érünk élettársi viszonyban. Van 3 csodás gyermekünk, és 3 unokánk. Azért kezdtem tanulni itt a Nyílt Akadémián, mert 10 évvel ezelőtt nagyon sok kérdéseim voltak. Az elején Miklós nagyon sok kérdésre válaszolt nekem, és sőt, a kérdések miatt mindig eltérítettem egy kicsit az előadás vonalától. Ezért ma úgy van, hogy csak az óra végén lehet kérdéseket tenni fel, amit nem értettünk meg. A tanulás az életem egyik legjobb döntése volt, hogy idejöttem. Soha nem voltam sehol tanulni, meg fejleszteni magamat. Olvasgattam én rengeteg könyvet, de ez volt a legjobb döntés, hogy idejöttem. Én azért kezdtem el itt a Nyílt Akadémián tanulni, mert hosszú idő óta kerestem azokat a lehetőségeket, amelyekkel meg tudom oldani a problémákat, ami az életemben létrejöttek, ilyen, hogy párommal, családommal, kollégákkal, stb. Sok könyvet olvastam, jártam előadásokra, nem találtam meg, amit kerestem. Végül a párom szólt, hogy erről a lehetőségről, igen, kételkedtem, de amikor végighallgattam Miklós előadását, rájöttem, hogy jó helyre érkeztem. A Nyílt Akadémia Ember és Életjobbító Coach képzései által az életemben arra jutottam, hogy jobban tudok bánni magammal, párommal, gyerekeimmel, unokáimmal, mint cégvezető az alkalmazottakkal, sőt, módosítottam a vállalkozáson az itteni tanultak szerint, és ezáltal jobban működik, és az emberekkel a kapcsolattal is sokkal jobb lett azóta, hogy itt tanultam mi is volt? A vezetői coach? Nem. Mindegy. Mondjátok. A Nyílt Akadémia Ember és Életjobbító Coach képzései által az életemben jobban tudom kezelni a szeretteimet, önmagamat, a környezetemet, és még elég sok mindent. És örülök, hogy itt lehetek. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mestercoach és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan vezető, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, amely egyedülállóvá teszi a bolygókon. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló, ami vezetünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki minden napokban használható tudás téren a legtöbb információ átadására képes ma a bolygókon. Neki van a legrészletesebb információ a bolygó szinten, legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. A vezetőnk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni,
azért, hogy bekerülhessünk az aranykorba. Szeretném megkérni a vezetőnket, Szedlacsik Miklóst, mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Milyen a jelenlegi világ, mennyire vagytok elégedettek jelenlegi világunkkal? Az az időjárás. Nem az időjárás kérdeztem. Nem igazán. Nem vagyok vele megelégedve. Mi baj van a jelenlegi világgal? Rossz hangulat. Vagy az elnyomás, manipuláció, elhibátlanság. Vagy az elnyomás? Na, nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk. Kócsképzéseink vannak, tudást juttatunk el az emberek számára, de nem csak tudást, hanem képességeket is nyújtunk, sőt gyakorlási lehetőséget is adunk, mert ugye akkor tud az ember valamit jól csinálni, hogyha van tudása, megszerez hozzá képességet, és van gyakorlási lehetőség. Tehát igazából a képesség az tanulható, és a gyakorlással és a tudással együtt válik valami képességé. Jó, tehát ha azt szeretnéd, hogy valamiben legyen képességed, akkor tanulj és gyakorolj. Tehát tanulj és gyakorolj. Tehát tanulj, gyakorolj, és akkor lesz képesség. És az ember, hogyha az élethelyzeteit helyesen kezeli, problémáit képes megoldani, illetve megelőzni, célokat képes elérni, akkor ugye sokkal jobb hangulatban tud lenni, mint hogyha ezeket rosszul csinálna. Tehát nem kezelné helyesen az életét, problémáit nem oldaná meg, nem előzné meg, céljait nem tudná elérni. Tehát ez bizonyára látjátok, hogy azok az emberek, akik hát nem nagyon képesek az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, hát nem igazán boldogok. Tehát ha jobban megnézzük, egy olyan világban élünk, ahol a múltban jóval kevesebb problémája volt egy családnak, mint manapság. Tehát például az én gyerekkoromban én azt láttam, hogy a felnőtteknek, akik családban élnek, hát nem sok problémájuk volt. Tehát igazából nem volt problémájuk. Vagy nem nagyon volt, vagy nem igazán volt problémájuk, és ezáltal jó hangulatúak voltak. És ahogy így változik a világ, az embereknek egyre több problémáik vannak, ezáltal ugye már nem annyi problémát kell megoldani, mint régen, hanem többet. Ezáltal, mivel nem tanulták a problémák megoldását, így mi történik? Ugye a problémák megmaradnak, mert nem oldják meg. És a probléma az az emberekre érzelmileg negatívan hat. És ez az érzelmi negatív ráhatás befolyásolja érzelmileg az életüket. Tehát ami azt jelenti, hogy alacsonyabb érzelmi hangulatba, állapotba kerülnek. Tehát most gondoljátok végig, csak nagyon egyszerű dolog. Tehát régebben az emberek úgy viszonylag egy szűk tartományban
egy szinten éltek. Tehát ami azt jelenti, hogy nem volt az, hogy lényeges eltérés volt az anyagiak terén. Nyilván a kapitalizmusban, nyugaton ez már jelen volt, hogy voltak gazdagok és volt a középréteg, de igazából mondjuk olyan, hogy szegény réteg nem volt. Ugye Magyarországon is, ugye a magyar életviszonyokhoz képest ugye nem voltak szegények, de nem is voltak gazdagok, tehát gyakorlatilag egy viszonylag szűk tartományban volt az emberek anyagi helyzete. És ugye ezt nyugaton elkezdődött ugye az a folyamat, hogy ezt a tartományt ezt kiszélesítették, tehát igen nagy különbségek lettek anyagi szinten emberek között. De az azt jelenti, hogy ugye egy emelt hangú, egy emelt anyagi szinthez képest az ember, ha emelt anyagi szinten van, akkor többet tud vásárolni. És ez akármilyen hihetetlen, ha végig gondolod, ez pontosan úgy működik, hogy minél több dologgal rendelkezel az életedben, tehát dolog, anyag, minél több anyaggal rendelkezel, ha jobban végig gondolod, annál több gondod van. Minél kevesebb az embernek a tulajdona, tehát az anyagi tulajdona, hát gyakorlatilag annál kevesebb a gond. Gondold végig, mit tudom én, egy gyerek az kevesebb gond, mint mondjuk három, nem? Akkor egy kis házzal, kis lakással kevesebb gond van, mint egy naggyal, nem? Gondold végig. Egy autóval kevesebb gond van, mint mondjuk hárommal, nem? Ha az embernek már mit tudom én, nyaralója is van, meg akár egyéb tulajdona, akkor az mind plusz gond. Gondold végig. Ha egy tévéd van, az egy gond, ha öt tévéd van, akkor ötször annyi gond lehet a tévével, de bármivel kapcsolatban. Ha mit tudom én, egy egyszerű mobiltelefonod van, érted, mondjuk az a régi billentyűs, az mit tudom én, csak gondoljuk végig, hogy minél bonyolultabb egy technika, annál több hiba lehetőség. És ugye minél drágább dolgokat vásárolnak az emberek, minél több drága dologgal rendelkezel, gyakorlatilag annál több gondot vásárolsz meg magadnak. Hát gondold végig, ha ezt logikusan megnézed, ez pont így van. És valahogy az emberek ezt eszükbe se jut. Ez eszükbe se jut. Tehát gondold végig, hogyha minél több és több anyagi dologgal rendelkezik az ember, ezért csinálják azt az emberek, hogy, már nem javítanak meg dolgokat, mert ugye az is egy probléma, valaminek a megjavítatása, mert az idő energia, és sokkal egyszerűbb valamit lecserélni, tudod, venni egy másikat. Tehát sokkal rövidebb idő venni egy újat, mint megjavítani egy elromlottat. Tehát az emberek ugye úgy érték el azt, hogy gyakorlatilag a gondokat lerövidítsék, hogy nem javítatnak már, hanem cserélnek. Tehát például, hogyha mondjuk bedöglik a mobiltelefonod, akkor ugye a legtöbb ember az már nem megjavítatja, hanem fogja és kicseréli egy újra. Érted? Mert mondjuk addig, még ugye javítják, addig nem tudsz rajta telefonálni, érted? És az most probléma, hogy az ember mondjuk nem tud rajta telefonálni, vagy egyéb dolgot csinálni a mobiltelefonnal. Tehát gondold végig, hogy bármi, ami meghibásodik,
az sokkal rövidebb idő lecserélni, mint megjavítani. És de ezzel is van egy kis gond. Tehát a lecserélés az sokkal többe kerül, mint a megjavítás. Tehát ami azt jelenti, hogy a lecserélést ezért sokan nem készpénzre oldják meg valaminek a lecserélését, hanem hitelből oldják meg. Na most, ami azt jelenti, hogy a hitel véget viszont az emberek nem gondolnak arra, hogy egy jövőbeni problémát nagy valószínűséggel létrehoztak. Tehát a jelenben létrehoztak a jövőre egy problémát. Nem biztos, hogy létrehozták, de nagy valószínűséggel. Na most egy olyan világban élünk, ahol az emberek nem gondolkodnak, és szerintem senki nem gondol arra, hogy egy olyan világban élünk, ahol mindenki azt akarja, hogy egyre több és több anyagi java legyen, de az anyagi javakkal egyre több és több gondot veszel magadra. Érted? De ezt senki nem gondolja végig. Tehát gondold végig, ha bármilyen dolgod otthon bedöglik, azt úgy szoktad-e kezelni, hogy jaj, de jó, hogy bedöglött. Milyen jó, hogy örülök neki, hogy bedöglött az a valami, nem? Az ember általában nem így kezeli, hanem ellentétesen, hanem mondjuk mérgelődik azon, hogy az a dolog bedöglött, nem? De a mérgelődés az nem pozitív hangulat, hanem negatív hangulat. És minél több dolgod van, annál nagyobb esélyt adtál annak, hogy valami bedögöljön, és még többet mérgelődj. Nem tudom, világos voltam-e. Tehát gyakorlatilag azzal, hogy az embereknél elérték azt, hogy minél több anyagi dologgal rendelkezzenek, azt is elérték, hogy többet idegeskedjenek, mint régen. Hát gondold végig, ha régen szinte alig volt, ami bedögölhetett. Érted? Ráadásul mindent úgy csináltak meg a múltban, hogy lehetőleg minél tartósabb maradjon, és ne is dögöljön be. Tehát én emlékszem, hogy még a... mikor? A 80-as évek végén vettem egy ilyen orosz bargácsgépet, ami köszörül is, de alapvetően köszörülnek használom. Meg esztergálni is lehetett vele, meg stb. Stb. Mindegy. A mai napig működik, soha semmi baja nem volt még. Érted? Tehát számolt ki, gyakorlatilag lassan 40 éve vettem, 30 alány éve. Na most, tehát úgy csinálták régen, hogy nem sok dolgot vásárolt az ember, de azzal nem volt gondja, érted? Most úgy csinálják, hogy hát mit tudom én, mondjuk egy mobiltelefon hány évig bírja általában? 2, 3, 4, 5, jó esetben az már ritka, hogy egy mobiltelefon 5 évig kibírja, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy úgy, direkt úgy csinálják a dolgokat, hogy te igényelt, hogy minél több anyagi javad legyen, de úgy csinálják, hogy az bedögöljön. Hát gondold végig, régen a bútorok fából voltak. Tényleg fából. Ami azt jelenti, hogy évszázadokig használták azt a bútort. Érted? Évszázadokig. Tehát már még az ükunoka is használta, érted? Vagy üknagymamájé volt az a bútor. Most próbálj már egy bútort mondjuk addig használni, mint régen. Hát úgy csinálják meg, hogy tönkre megy, érted? Szó szerint tönkre megy. Tehát bármit, mit tudom én, úgy csinálnak egy házat, úgy csináltak régen egy házat, hogy ugyanúgy több száz évig állt egy ház. Még akkor is, ha az vályokból volt. Több száz évig képes volt állni az a ház. Most úgy csinálják azt a házat, hogy mit tudom én, pár évtized után mondjuk le kelljen bontani, érted? De az biztos, hogy 3-4-5 generációt nem szolgál ki, mint régen.
vagy még többet. Tehát elérték az embereknél azt, hogy mindent úgy csinálnak, hogy viszonylag hamar bosszankodni kell vele, mert fel kell újítani, vagy újat kell venni, érted? Mert elavult. Ráadásul bejött ebbe a kérdésbe a divat is. Tehát régen nem volt. Volt divat, csak nem használták a divatot a legtöbb ember. Tehát ugye a divatot nem most találták ki a múlt században, hanem már réges-rég, de a legtöbb embert nem érdekelte a divat. Most a legtöbb embert kifejezetten érdekli a divat. És vannak emberek, akik nem azért cserélnek le valamit, mert elromlott, hanem azért, mert kiment a divatból. Érted? És azért cseréli le. Tehát az embereknél elérték azt, hogy vásároljanak, és ez már olyan szintre jutott, hogy a legtöbb ember sajnos erőn felül vásárol. Na most, ami azt jelenti, hogy bedöglött valami, vagy kiment a divatból, mondjuk ha valami kiment a divatból, akkor nem biztos, hogy bosszankodik, hanem vesz egy másikat. Érted? De a legtöbb ember, aki így vásárol, például mondjuk mobiltelefont, hogy vásárol a legtöbb ember mondjuk mobiltelefont? Úgy, hogy részletre. Érted? Részletre. És akkor ugye elhiszi azt, hogy úgy nem lesz drágább, mert azt mondják, hogy hát mit tudom én, mondjuk a telefon az 200 ezer forint, vagy legyen 240 ezer forint, egyszerűbb számolni, és akkor két évre, az 24 hónap, havonta 10 ezeret fizetsz, érted? Kamatmentesen. De ha megnézed ugyanazt a készüléket, hogy mennyire lehet venni, meg máshol, akkor rájössz arra, hogy ugyanazt a készüléket, amit te most kamatmentesen fizetsz, mondjuk máshol mondjuk 15-20%-a olcsóbban megveszed. Érted? Ami azt jelenti, hogy ők rárakták a kamatot, csak ők nem kamatnak hívták, hanem haszonnak. Tehát magyarul nagyobb haszonnal értékesítették azt a készüléket. Világos ez? Tehát magyarul az emberek ugye erőn felül kezdtek el vásárolni, ezt megtanították nekik, hogy ami azt jelenti az erőn felül, hogy nem készpénzre, hanem akkor is vásárolnak, sok esetben muszáj, mert valami tönkre megy, egy nagyobb értékű eszköz tönkre megy, és nem áll rendelkezésre annyi készpénz. És ezért ugye hitelre vásárol. Hát a részletre vásároljuk, az is hitel gyakorlatilag. Szóval a lényeg az, hogy elérték ezt az embereknél, de ezzel van egy óriási probléma, hogyha az ember vásárol, mert valamit bedöglött, azért vásárol, ha valami bedöglik, akkor az bosszant minket. Ha valami kiment a divatból, és újat kell venni, lehet, hogy az annyira nem bosszantja az ember, de lehet, hogy mégiscsak nem egy túlságos öröm, hogy hú, hát ez már nem divatos ez a valami, cseréljük le. Ha viszont az ember mondjuk valamit vesz, és hitelre veszi, ugye akkor nem bosszankodik, mert milyen jó, hogy azonnal hozzájutottam ahhoz a dologhoz, de gondoljuk végig, hogy azzal gyakorlatilag az ember egy fizetési elkötelezettséget csinált X időtartamra. És mi van abban az X időtartamon belül? Mondjuk azt mondják, hogy hónaptól nem kell lesz. És mondjuk csak 3 hónap múlva találsz egy másik munkát, és közben a 3 hónapban meg nem tudod fizetni annak a törlesztő részletét. Akkor mi van?
Érted? Na most az alatt az időszak alatt, amíg nem tudod fizetni a törlesztő részletét, az alatt biztos, hogy dühöngeni fogsz, mert hogy állandóan fogják követelni tőled azt a lóvét. Érted? Szóval lényeg az, hogy az embereknél elérték azt a vásárlások révén, és ez a fő probléma, tehát ezért rosszabb a társadalom hangulati szintje, amiket most elmondtam, mint akkor, mikor még nem volt ennyi termék, vagy akkor, amikor még sokkal hosszabb időre gyártottak terméket, és nem kellett mondjuk lecserélni bármit, tudom én, pár hónap vagy pár év után. Érted? Tehát elérték az embereknél azt, hogy önmaguk tegyenek azért, hogy rosszabb állapotban legyenek, és ez elsősorban a vásárlások miatt. Hát most gondold végig, most mondok egy példát, régen mennyi volt egy átlagos építkezéskor egy átlagos ház? Hát egy átlagos családnak az átlagos háza az mennyi volt? Hát ilyen, ugye régebben, mikor én voltam gyerek, hát akkor mondjuk a 60-as években, hát akkor még olyan 50-60 négyzetméter. A 70-es, 80-as években ez már emelkedett, ilyen 70, 80, 90, stb. Négyzetméterre. Most, ha megnézed, gyakorlatilag, ha valaki építkezik, minél nagyobbat tudod. Nem? Vagy ha már vesz valamit, mondjuk nem építkezik, vesz, akkor is minél nagyobbat. Miért? Mert a kicsiknek a négyzetméter ára magasabb, mint a nagyoknak. Tehát ha valaki vesz egy lakást, használtan, tehát nem újonnan, a négyzetméter ára egy használt lakásnak, ha nagy a lakás, az olcsóbb, mint egy kicsinek. Ezért azt mondja ugye sok ember, hát akkor persze, hogy nagyot akarok venni, mert annak a négyzetméter ára olcsóbb, érted? Tehát magyarul, mit tudom én, mondjuk másfélszer annyi hitelből mondjuk kétszer akkora lakást vesz, érted? Na most, és belement, tehát az emberek egyre többet és egyre többet, egyre nagyobbat akarnak. De az azt jelenti, hogy ha az ember vesz egy nagyobb házat, akkor abba több dolog kell, mint egy kisebben, nem? És ha több dolog van benne, akkor több dolog van az, ami elromolhat. Nem? Logikus. Magyarul akkor az embernek, ha elromlik valamilyen, nagyobb eséllyel romlik el valami, sűrűbben romlanak el a dolgok, és az azt jelenti, hogy az illető sűrűbben bosszankodik, mert elromlott valami. Érted? Tehát, de az emberek ezt nem gondolják végig, mert egy olyan világban élünk, ahol egy számít a látszat. Az számít, hogy többnek mutassa az ember magát, mint ami valóságban. Nem tudom, elég világos voltam-e. Tehát mint ami a valóságban van. Na most miért lett például az USA egyfőre esően a világ, de összességében is a legeladósodottabb, legnagyobb, leginkább eladósodott ország? Tehát ami azt jelenti, hogy a legtöbb tartozása a világban kifelé, más országok felé, vagy más bankok, vagy akármik felé, az USA-nak van. Tehát ez egyfőre is igaz, meg összességében is igaz, mint ország. Hiába vannak népesebb országok is az USA-nál, nekik az összadósságuk közelében nincs az USA-nak. Tehát az USA-ban van a legnagyobb eladósodottság. Miért? Mert az USA-ban értékel először ezt, amit most elmondtam. Tehát azt, hogy a lakosság erőn felül vásároljon, és minél hamarabb mindent lecseréljen. Mert vagy kiment a divatból, vagy már bedöglött ócska. Érted? És ezáltal
ugye elérik azt az embereknél, elérték, ugye ott hamarabb, hogy rosszabb állapotban legyenek. Tehát az ember úgy működik, hogyha rosszabb állapotban van, akkor ennek van egy súlyos következménye. Tehát az embernek az életében azt mondja, hogy akármilyen hihetetlen, viszonylag az életünk elején van egy fordulópont. Az azt jelenti, hogy ez a fordulópont, ez 35 év átlagosan. Tehát 35 év. Ez pedig azt jelenti, hogy 35 évre, tehát 35 évig van az, hogy egy átlagosan, hogy egy embernek az egzisztenciáját meg kell olyan szinten teremtenie, hogy az anyag révén ez megteremtődjön. És 35 éves kortól át kell lépni a szellemi fejlődés területére. Tehát 35 éves kortól. Tehát az ember azért született ide a földre, hogy egy szellemi fejlődésen végigjusson, amit bevállalt leszületés előtt. Ez a szellemi fejlődés, ez akkor valósítható meg, hogyha az ember elkezdi a szellemi fejlődést időben. És ennek a korszakváltása átlagosan 35 év. Tehát 35 éves korra meg kellene lépni gyakorlatilag átlagosan minden embernek azt, hogy már nem az anyagi dolgok fejlesztése, az anyagi javak halmozása kellene, hogy központban legyen a figyelmének, hanem a szellemi fejlődés. De ha az ember hangulata rossz, akkor az érdeklődése is rosszá válik. Tehát magyarul lanyhul az érdeklődése. Minél rosszabb egy ember állapota, hangulata, annál rosszabb, annál kevésbé érdeklődő. És a szellemi fejlődés iránt bizony érdeklődni kell. Ha nincs érdeklődő hangulatba az illető, mert rossz állapotú, tehát ezáltal nem nyitott, nem érdeklődő, akkor elmarad a szellemi fejlődés. És továbbra is megmarad az anyagi javak halmozása. Tehát minden ember, aki leszületett a földre, még egyszer mondom, azok azt vállalták, hogy 35 éves kor környékén elkezdik a szellemi fejlődés. Na most, de nem lehet megvalósítani ezt a legtöbb embernél. Tudod miért? Mert egy csomó olyan dologra költ, ami bedöglik, elromlik 35 éves korig. Vagy túl sok az anyagi elképzelése, és gyakorlatilag 35 éves korra még nem tudott oda jutni, hogy megvalósította az anyagi elképzeléseit. Világos ez? Mert túl nagy az elképzelése avval kapcsolatban, hogy ő mennyi anyagi javat akar. És ezáltal gyakorlatilag fizikailag képtelenné válik arra, hogy mondjuk 35 éves korra már teljesítse azt az anyagi elképzelését, ami, hát, amit vállalt leszületés előtt. Tehát ami megengedné azt, hogy már ne az anyagiakkal törődjön elsősorban, hanem a szellemi fejlődésével. De nem lehet olyat csinálni, hogy az ember szellemi fejlődést is akar, meg az anyagiakat hajszolni is. Ezt a kettőt nem lehet. Vagy ez, vagy az. Érted? Na most, és ez a fő probléma
az emberek esetében, ha körülnézel, az a fő probléma, hogy hajszolják tovább az anyagiakat, mert még nem jutottak el arra a szintre, hogy van egy anyagi biztonságuk. Miért nem jutottak el odra, olyanra? Nagyon egyszerű. Mondok példát, jó? A fizetések azóta, mióta én dolgozom, az 1980, akkor kaptam az első fizetésemet. A fizetések azóta nagyobb mértékben emelkedtek, mint az árak. Jóval. Jóval. Tehát vannak alapvető élelmiszerek, például a kenyér alapvető élelmiszer. És a fizetések nagyobb mértékben emelkedtek, az átlag fizetésről beszélek, nagyobb mértékben emelkedtek, mint mondjuk a kenyér ára 80-tól. Nem hiszed? Számolj utána. És ugye az alapvető élelmiszerek ára emelkedett a legjobban. Tehát például a 70-es években, az 50 évvel ezelőtt, a 70-es évek elején, első felében, a nappali áram az 40 fillér volt, az éjszakai az 30 fillér. Oké? Ahhoz képest most 40 valahány forint az áram a nappali. A számolt ki, 50 év alatt, csak nem 50 év alatt, 100-szorosára emelkedett durván, vagy 110-szeresére, érted? Az áramára. Na most, a fizetés a 70-es években átlag kb. 1000 forint volt. Most 200 ezer forint az átlag fizetés. Nettóban. Nem bruttóban, nettóban. 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 A bruttó ennél jóval magasabb. Az azt jelenti, hogy 200-szorosára emelkedtek. És az áram csak 110-szeresére. Érted? És ha megnézed, minden terméket gyakorlatilag megnézed, ugyanezt látod. Sőt, olyat is látsz, hogy ugyanannyi volt akkor, mint most. Például mondjuk a színes tévé. Érted? Jó, 70-es években nem volt, de 80-es években már volt színes tévé. És most veszel annyira egy színes tévét, mint akkor. Érted? Tehát lényeg az, hogy az emberek jóval többet keresnek, mint anno annak idején. De az emberek akkor sokkal kevesebbet költöttek, mint anno annak idején. Tehát akkor egy család rezsie mindennel együtt tokka vonulva körülbelül a jövedelmének, a kettőjük jövedelmének az 1/8, 1/9, 1/10 volt az össz havi rezsi. Érted? Most próbálj már, mondjuk, hogyha kerestek 400 ezeret ketten, mondjuk 40 ezer forintból kihozni a rezsit. Érted? De miért nem tudod? Hát azért, mert sokkal kevesebb volt az embernek a fogyasztása. Az áramfogyasztás például, sokkal kevesebb készülék volt. Sokkal kisebb lakások voltak. Nagyobb lakásban nagyobb energia kell, érted? Nagyobb lakást nagyobb energiával kell fűteni például. És ha tovább nézzük, nem volt olyan, hogy internet. Oké? Nem volt, mit tudom én, telefonköltség, meg stb. Stb. Tehát ami azt jelenti, hogy egy csomó olyan rezsi van most, ami akkor nem volt. Tehát például akkor ugye a legtöbb lakásban a csatornát nem kellett fizetni.
néha jött a szippantó, ahol kellett, az kiszippantotta. És hát most amennyi vizet fizetsz, annyi csatornát is fizetsz, csatornadíjat. Oké? Még akkor is, ha annak a víznek a felét mondjuk ellocsolod, és nem is megy be a csatornába. Mondjuk a kertedben. Tehát lényeg az, hogy sokkal több a rezsi. Tehát, de minden téren ugyanez van. Az emberek havi szinten sokkal, tehát mondjuk a fizetések emelkedtek mondjuk az elmúlt 40 évben mondjuk 150-szeresére. De a költekezés az nagyobb mértékben emelkedett, mint 150-szer. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy sokkal nagyobb arányban költekeznek az emberek, mint valaha. Tehát hogyha egy ember például azt mondaná, hogy visszafogom a költekezéseimet, és sokkal jobban odafigyelek minden kiadásomra, akkor gyakorlatilag nem jutna arra a szintre, mint a legtöbb ember, hogy túlköltekezik, és utána meg szívja emiatt a fogát, a túlköltekezés miatt. Na most mondok példát, hogy mennyire nem gondolkodnak az emberek. Budapestről kb. 300, majdnem csak nem 300 ezer ember költözött ki. De 200 biztos. Hova? Budapest környékére. Tehát Budapesttől kilométerekre kifele. 200 ezer ember. Tehát Budapest most már azt hiszem nincs 1,8 millió és 2 millió volt. És most gondold végig, honnan költöztek ki jellemzően? Nem a családi házas részekből, hanem megnézed a belvárosba. Tehát menj végig például a körúton, már évtizedek óta lassan, végigmész a körúton, és fő vannak húzva a redőnyök, de nincsenek fények. Tehát nem lakik ott senki. Érted? Tehát nincsenek fények, elvétve. Tehát ami azt jelenti, hogy kiköltöztek az emberek. Eladták. És rengeteg lakás van üresen egyébként Budapesten. Rengeteg. Tehát megvették emberek, de nem adják ki bérbe, hanem csak állott üresen a lakás. És azért az árért, amiért a pesti lakását eladta, vett, illetve épített, mondjuk háromszor akkora házat, mint a lakása volt, igaz? Hanem négyszer akkora lakást, mint, vagy házat, mint amekkora lakása volt. Abból az árból megtehette. Érted? Ami azt jelenti, hogy ha háromszor, négyszer akkora az a ház, hát akkor a rezsie sem kevesebb, mint annak a lakásnak volt, az volt biztos. És minden nap ingázik, mert itt van a munkahelye. Érted? Ami azt jelenti, hogy akkor nem kellett ingázni, mert volt, mit tudom én, egy buszbérlete, és akkor simán ott volt akárhány perc adta a munkahelyen. De most kénytelen ingázni, például autóval a legtöbb ember, ami oké, hogy kényelmes, de mondjuk csúcsidőbe az autózás, mondjuk 2-3 óra oda-vissza. 2-3 óra, érted? Tehát magyarul 2-3 órát, addig meg mondjuk míg itt volt Pesten, mondjuk utazott 1 órát, most ahhoz képest 1-2 órával többet utazik napi szinten. De az embereknek az idő nem pénz? Hát nem pénz ezek szerint. Na most akkor mondom tovább. És mekkora plusz költség, hogy utazik. Érted? Tehát magyarul mondjuk régen volt a rezsie x forint, most ahhoz képest 3x vagy 4x. Érted? Beleszámítva természetesen az utazási költségeket is. Az emberek
mintha nem tudnának gondolkodni, érted? Akkor ugye az lenne a logikus, ha végig gondolod, hogyha az ember mondjuk egyedül marad, akkor beköltözik egy kisebb házba, vagy egy kisebb lakásba, nem? Tehát ahogy csökken a családnak a lélekszáma, mi a manónak akkora? Érted? De nem ez a jellemző. Mit tudom én, már kirepültek a gyerekek, kiköltöztek vidékre, háromszor akkora házat építettek. Érted? Kettőjüknek. Tehát ha végig gondolja az ember, teljesen ilyen abszolút logika az, mintha kiveszett volna az emberekből. Teljes egészében. És lényeg az, mert semmi gond nincs azzal, valaki kiköltözik vidékre, de akkor dolgozzon ott, nem? Ott kéne dolgoznia. Hát ha meg ott nem tud dolgozni, akkor meg ne költözön ki. Nem? Tehát ugye ez nyugaton, meg Amerikában főleg, ez úgy működik, hogy az ember oda költözik, ahol dolgozik. Lehetőleg minél közelebb ahhoz a munkahelyhez, ahol. Ezért ugye nem, a legtöbb ember például az USA-ban nem tulajdonnal rendelkezik, háztulajdonnal vagy lakástulajdonnal, hanem bérli. Azért, hogy tudjon költözni. Mert ha közben egy másik helyen van munkahely, nem ott, akkor fogja, azt átkötözik. Azt ennyi. Na, de mindegy, nem is ez a lényeg, hanem azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, hogy az emberek logikátlan lépéseket csinálnak, túlköltekeznek, és utána azért kell még mindig hajszolniuk az anyagiakat, hogy fent tudják tartani a saját életszínvonalukat. Érted? Sőt, mondhatnám azt, hogy fent tudják tartani saját magukat. Na most, ha hajszolják az anyagiakat, abba nem fér bele a szellemi fejlődés. Csak ezzel az a gond, hogyha az ember nem teljesíti azt a küldetést, amit bevállalt, hogy 35 éves kortól átlagosan fejlődik, a szellemi fejlődés útjára lép, ezt nem teljesíti, akkor egyre több és több gondot, ahogy mész az időskor felé, egyre több és több gonddal fogod magad szembe találni, és a legvégén úgy halsz meg, hogy nem teljesítetted még egy picit se a küldetésedet. És ez mit jelent? Azt jelenti, hogy lesz egy baromi nehéz következő életed. Mert, de ez sem könnyű, tudod miért nem könnyű? Mert nem fejlődsz szellemi módon, érted? Tehát a szellemi fejlődésedet nem segíted elő. Miért? Mert neked az anyagiak hajszolása a fő feladatod az életedben. Miért? Azért, mert beleestél a fogyasztói társadalom csapdájába. Hogy minél többet fogyasz, 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 és ezáltal nem fejlődsz, mert nincs rá időd, energiád, pénzed. Érted? Arra, hogy fejlődj. Mert a saját fenntartásodra kell az idő, pénz, energia. Érted? És milyen következményei lesznek még ezáltal? Tehát, hogyha az ember nem fejlődik szellemileg, mondom, a fordulópont 35 év. Ha nem fejlődik szellemileg, akkor kényszerítik az illetőt, ugye hogyan kényszerítik, kik kényszerítik? Hát a fentiek, a teremtő, teremtője az illetőnek, az lenti angyalok, tehát a földön lévő angyalok segítségével, tehát nem föld alatt, hanem a földön lévő angyalok segítségével, hogy létrehozzanak olyan élethelyzeteket, ami által az illető terelgetve lenne afelé, hogy fejlődjön, tanuljon. De mivel minden illetőnek szabad akarata van, ezáltal az illető felülbírálhatja simán
azt, amit a fentiek szeretnének, hogy terelgessenek a szellemi fejlődés irányába. És mi történik? Ugye az történik, hogy az illető felülbírálja, és ezáltal még több és még több nem kívánatos olyan dolgot kap, ami, ha ránézne, akkor segíteni az ő szellemi előrehaladását, de mivel az anyagiak vannak számára központban, ezáltal ugye nem arra az útra tér, amire kell. Na most gondold végig, de ez mennyire kapóra jön a lentiek számára. Tehát így három világról beszélhetünk ebből a szempontból: a fenti világ, a teremtőink, a földön lévő világ, szellemi lényekről beszélek, most nem az emberről, az angyalok, és a föld alatt lévő, amiket úgy fogalmaztak, hogy ördögök, de mondhatjuk azokat, hogy azok ugyanolyan értelmes lények, mint a fentiek, sőt, hozzánk képest ugyanúgy istenek, csak gonosz istenek. Oké? Az azt jelenti, hogy gondold végig, ha egy ember nem fejlődik szellemileg, az mennyire kapóra jön a lentieknek. Sőt, a lentiek még azt is megcsinálják, hogyha valaki eladja a lelkét nekik. Mit jelent, ha eladja valaki a lelkét? Gonoszságra megvásárolható. Oké? Tehát gonoszságokat kell csinálnia annak az illetőnek, és erre pénzt fizetnek. Világos ez? Mit jelent az, hogy gonoszságokat? Tehát olyat kell tennie, amit bezzegő nem szeretné, ha vele tennének. Vagy olyat kell tennie, ami a többség érdeke ellen van. Oké? Tehát olyanokat, olyanra viszik rá őket, az embereket, akik eladják a lelküket, hogy pénzért ezeket megcsinálják. Pénzért, vagyonért. Oké? Tehát csak mondok példát. Valaki kimegy tanulni, mert kinézi a hatalom. Tehát kinézi a hatalom. Hú, ez egy jó képességű ember, fiatal ember. Vigyük ki tanulni az USA-ba. Meg támogatják neki a tanulását. És mire hazajön, van neki egy olyan kártyája, amin mondjuk van 7 számjegyű összeg. Érted? Így van is. Így van, dollárba. Így van. Érted? Mire föl? Hát mert megvették. Arra föl. Meg van véve kilóra. Érted? És itthon mit csinálnak vele? Futtatják a karrierjét, hogy olyan pályafutást érjen el itthon, amivel hatással lehet az emberekre. Tehát én 87-től kezdtem el foglalkozni emberekkel, 91-től szervezek embereket. És mondhatjuk azt, hogy 91 óta építek karriert. Mert az ember az emberek szervezésével egyben karriert is épít. Elengedhetetlen, hogy ez megtörténjen egyébként. Úgy lehet kikerülni, hogy az ember nem szervez. És akkor nincs karrier. Ennyi. Tehát ha szervezel, akkor karriert is építesz. Ha nem akarod, akkor is. Szóval lényeg az, hogy 91 óta építek karriert. És
pontosan átlátom, hogy mennyi munkával mit lehet elérni úgy, hogy az embernek legyen befolyása másokra. Érted? Tehát saját erőből mennyi energia, mennyi idő, mennyi munka az, hogy az embernek legyen befolyása más emberekre. Én ezt pontosan tudom. Nekem nem mondja senki azt, hogy jön az semmiből valaki, se vagyon a semmi, és ő hirtelen, mit tudom én mondjuk, kongresszusi központban tud szervezni előadást. Érted? Ezt nem esélyék, hogy ezt saját pénzből csinálja. Vagy nem esélyék azt, hogy valaki mondjuk nem politizált, vagy politizált, de alacsony szinten, majd egyszer csak ugye semmiből, érted? Egy hatalmas politikussá válik. Érted? Nekem nem mondják ezt. Ez azt jelenti, hogy megvették. Világos ez? Megvették. Nem a fentiek, mert a fentiek nem vesznek meg senkit. A fentiek úgy működnek, hogy vagy feléjük tartasz, vagy sem. Így van. És ez szabad akarata az embernek. Ők az, hogy feléjük tartsál, ők azért nem fizetnek egy forintot se, meg egy dollárt se. Érted? Mert ha ők fizetnének, akkor érdekből tartaná feléjük. Ugyanis a lentiek felé azért tartanak sokan, mert érdekből tartanak oda. De az a baj az érdekből valahova tartás esetével, hogy az érdekből való cselekvés az oda tudja juttatni az embert, hogy sok gonoszságot is megtegyen. Na most a fentiek úgy akarják elérni, hogy az emberek feléjük tartsanak, hogy higgyetek bennük. Érted? A hit az egy sokkal magasabb energiaszint, mint az érdek. És ezáltal, mivel magasabb energiaszint, sokkal jobb hangulatot is tud egy embernél létrehozni, mint az érdekből való cselekvés. És ugye miért jobb oda kerülni? Mert két dolog van. Ha te a gonoszt szolgálod, a nem cselekvéssel is a gonosz szolgálod, csak úgy mondom. Ha te a gonosz szolgálod, akkor, na mit akartam mondani? Az energiaszintről beszéltél, miért jobb felkerülni? Ja igen, megvan. Mert ha felkerülsz, szabad lehetsz. Ha lejutsz, hogy soha nem leszel szabad. Tudod, mit jelent a nem szabadság? Azt, hogy minden cselekedetedet kontrollálnak. És ha nem cselekszel úgy, ahogy ők szeretnék, akkor dádá. Érted? Na most, ha megnézed, ez olyan, mint a börtön. Vagy a fegyház. Ott is minden cselekedetedet kontrollálnak. Érted? Persze, nézd meg, hát hány olyan ember van, aki hosszabb időt lehúz egy börtönbe vagy egy fegyházba, és utána a civil életben nem tudja megállni a helyét, és direkt azért visszakerül, mert már csak ott tud boldogulni. Az állandó kontroll alatt.
Ha most megnézed, az elmúlt két évben elkezdték ezt a kontrollt. És baromian sokan beálltak ebbe a sorba. Hogy gyakorlatilag ezt a kontrollt elfogadták. Na most, ha valaki azt mondja, hogy a világban, ami lezajlott ebben a két évben, vagyis lehet, hogy nem a világban, maradjunk itt Európában, amit lezajlott ebben a két évben, az nehogy már valaki azt mondja, hogy ez az emberek érdekeit szolgálta. Ha valaki azt mondja, hogy az emberek érdekeit szolgálta, akkor nézze meg a halálozási statisztikát. Ami azt jelenti, hogy a halálozási statisztikák nem rosszabbak, mint a két évvel előtti időszakokban. Érted? De nem rosszabbak. És akkor lehetne azt mondani, hogy hát azért, mert mindent elkövettek a kormányok, nem? Csak azért, persze. Lehet valaki ennyire naív, és ezt gondolja. Szóval a lényeg az, hogy ebben az időszakban, amiben most vagyunk, én azt látom, hogy sok ember sokkal rosszabb állapotba került, mint volt, és sokkal fontosabb neki az anyag, mint valaha. És tudod, mi a baj ezzel, hogyha az ember elindult egy ilyen lefelé örvénylő spirálba, annak a vége mindig a halál. Ami azt jelenti, hogy ezzel az emberek, akik ugye ezt bevállalták, hogy elinduljanak lefelé menő spirálba, tehát egyre rosszabb és rosszabb állapotban legyenek a kontroll miatt, annak mindnek a vége a halál. Nem erőszakos halálról beszélek, természetes halál. Tehát a rossz hangulatod vége, ez mindig a halál. Tehát hogyha nem teszel azért, hogy jó állapotban legyél, és annak egyetlen egy útja van, a szellemi fejlődésed, nincs más út, semmilyen anyagi dolog nem pótolja a szellemi fejlődést, és nem helyettesíti azt a szellemi fejlődésből fakadó működést, ami a szellemi fejlődés előidézi, hogy jobb és jobb állapotban legyél. Ha nincs szellemi fejlődés, akkor egy olyan világban élünk, hogy az emberek egyre rosszabb és rosszabb állapotban lesznek, aminek mondom a következménye a halál. És gondolkozz el rajta, hogy miért nem kezdted el még a szellemi fejlődésedet. Hát miért nem kezdted el? A napokban volt egy olyan hölgy, aki azt mondta, hogy 8 éve nézi a képzéseimet. És még mindig nem tanulom, ha? 8 éve? Képzeld el. Na most kérdezem bárkitől, aki nézi a képzéseimet és nem tanuló itt. Pozitív irányba mennyire változott az életed? Nem kellett volna esetleg technikákat tanulnod? Módszereket arra, hogy ezeket a területeket jól old meg? Nem kellene? Tehát elég az információ. Azért, mert nincs időd, nincs energiád, vagy nincs pénzed arra, hogy szellemileg fejlődj. Mert neked csak az anyaga fontos.
Hát ezzel a saját sírodatásod. Szó szerint. Nem kell hozzá Covid. Covid az íra a pont. Oké? Okay. Az arra jó, ezek a vírusok, betegségek, hogyha valaki rossz állapotban van, és ez elsősorban hangulat, valaki rossz állapotban van, akkor könnyen megbetegedjen. És ha olyan rossz állapotban van, akkor el is vigye. Erre jó. Oké? Okay. Jó? Tehát gondolkozz el azon, amit mondtam. Nem kell elhinned azt, hogy az embernek 35 évtől szellemileg fejlődni kellene, pedig ez így van, nem kell elhinni, majd megtapasztalod azt, hogyha nem tanulsz, nem fejlődsz, nem változtatsz az életeden. Tehát mondom, nézd meg, attól, hogy nézegeted az interneten a díjmentes képzéseket, mennyivel javult az életed? Semmit. Akik itt tanulnak és módszereket kapnak és használnak, változik az életük pozitív irányba. Ha nincs módszer, az információ kevés, érted? Kevés. Épp itt az ideje, hogy javuljon az életed, de ahhoz módszerekre van szükséged, és nem elég, hogy csak a képzéseket hallgatod. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen! Köszönjük Szentakcsik Miklósnak, mesterkócsnak a képzést. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem, és azóta is itt tanulok. Igazolom, én látom, együtt vagyunk, együtt tanulunk, és láttam, hogy honnan indultunk, és most látom, hogy hol tartunk. Itt tévében nézzük magunkat, ugye? Azt javasolom neked, hogy gondolkozz el azon, amit eddig hallottál, és cselekedjél. Mert az idő, az telik. Az az egyedüli dolog az életedben, amit nem tudsz pótolni sehogy sem. Kezdj el tanulni, mert csak az visz téged előre arra, abban a helyzetben, hogy jobbat tedd a te életedet és a szeretteid életét. És szerintem most mindenkinek a fontossági sorrend úgy van, hogy mivel hogy van ego, először te, utána a párod, családod, a többi az emberiség. Minél több ember jut be az aranykorba, annál jobb lesz nekünk, mert annál több pozitív energiát kapunk az élettől. A fentiektől. A szünet után a coach képzésünk lesz, amelyen, ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 25 perc szünet következik. Személyiségfejlesztő coach képzés lesz. Ez ki van?